Sorra távoznak a dolgozók a gyermekvédelem területéről, mert méltatlannak tartják a kormány által előírt ellenőrzéseket. Eddig a dolgozók mintegy 6%-a mondott fel, többségük a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről szóló adatlap kitöltését is megtagadta. Vendégünk Kerpel Éva. Nemzetközi családi mediátor, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. A Népszava írta meg, hogy tömegesen távoznak a dolgozók, és itt a kolléganőm által elhangzott már ez a 6%, ez így kimondva nem mond sokat, de önnek biztosan többet, mint nekünk. Ezek a számok mit jelentenek? Ez a 6%, ez egy mekkora szám? Évek óta szakember hiánnyal küzd a teljes gyerekvédelem, a teljes szociális szakma. 6% munkahelyet elhagyó, az azt jelenti, hogy ez a hiány, ez még sokkal súlyosabb lesz. Arról is szólt ez a hír, amit gondolom önök is láttak, meg én is, hogy vannak olyan intézmények, amelyek bezárnak emiatt. Nem vagyok nagyon nagy híve, hogy gyerekeket intézménybe tegyenek, tehát nyilván nem itt kellene kezdeni a feladatok megoldását, de az, hogy a már intézményben levő gyerekek feje felől gyakorlatilag elviszik az intézményt, mert nincsen benne ember, az egy nagyon-nagyon súlyos dolog, és azt gondolom, hogy talán azok, akik úgy nyilatkoznak, hogy ez nem számít sokat, hogy ez nem érinti a rendszert, hogy egy kicsit talán áltatják magukat ezzel, vagy rosszabbik esetben nem igazán törődnek azzal, hogy ez milyen gondokat okoz. Egyébként azt mondja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hogy nem okoz fennakadást és problémát, itt minden rendben lesz. Igen, akkor mi lesz ennek a következménye ön szerint, hogy elment most az amúgy is kevés dolgozóból 6%-nyi dolgozó? Hát már látszik a következménye, eddig is látszott, évek óta látszik az, hogy mit jelent a gyerekek szempontjából az, hogy nincsen elég jól képzett szakember, akik a gyerekeket segítenék, és akikre felügyelnek. Én, ha megengedi, egy picikét arról szeretnék beszélni, hogy nyilván ez a, nem is tudom milyen, mindig elfelejtem, hogy milyen életformát fedhetetlen. Kifogástalan, bocsánat. Kifogástalan, szóval, életvitel, kifogástalan életvitel. Tehát én üdvözlöm azt az ötletet, ami egyébként egy nem új ötlet szerencsére, hogy aki gyerekekkel bármilyen formában foglalkozik, az annak a számon kérhető legyenek, az erkölcsi hozzáállása a dolgokhoz. De hogy a kifogástalan életvitel vajon mit fed? És hogy az a fajta magánéletbe való súlyos beavatkozás, amit ez a mostanában, nem mondom, hogy kreált, mert valószínűleg szakemberek állították össze, de hogy erre milyen módon alkalmas, én nagyon bátorítanám a sajtót arra, hogy valakit azok közül, a szakemberek közül, akik ezt összeállították, kérdezzék meg, hogy milyen kritériumok alapján értékelik. Tehát, hogyha például van az egyik gondozónak egy vele élő alkoholista apja, akit ő gondoz, és ő tart el, és ő vigyázza, és ő felügyeli, hogy életben maradjon, hogy az kifogástalan életvitelnek számít-e, vagy de pedig... ezt most ma nem tudjuk, vagy ön nem tudja, hogy itt kétféle vizsgálatról van szó. Az értékelését abszolút nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy mi minek számít. Tehát, hogy például egy fiatal gyerekgondozó, aki 3 másik emberrel bérel egy lakást, mert csak azt teheti meg, akkor a 3 másik emberért is felel, hogy akkor neki azt bizonyítania kell, hogy ez a 3 másik ember, ez szintén kifogástalan életet él. De amiről ha megengedi, én szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetne, és ebben sem tudok semmi újat mondani, csak ismétlem azt, amit gyerekvédelmi szakemberek nagyon-nagyon régóta mondanak, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a gyerekeket valóban minőségi módon lássák el, és valóban azt kapják, amit a szükségleteiknek megfelel, ami garantálhatja azt, hogy egészséges és a társadalomba beilleszkedő felnőttek lesznek. És ez nem egy borzasztó nagy találmány az én részemről, ez nagyon régóta le van írva, ki van dolgozva, alkalmazni kellene, a gyerekvédelmi törvényben is benne van, hogy hogyan kellene kiválogatni, milyen kritériumokat kellene felállítani, milyen módon kellene meghirdetni ezeket az állásokat, hogyan kellene interjúkkal kiválogatni azt, hogy ki alkalmas erre, milyen képzést kellene kapniuk, az alkalmazások után milyen folyamatos támogatást és továbbképzést kellene kapniuk ahhoz, hogy ne égjenek ki, hogy alkalmasak legyenek ezeknek a rendkívül nehéz helyzeteknek a kezelésére. És a rendkívül... bocsánat, hogy közben, amit most bevezettek, ugye a gyermekvédelmi törvény szigorítása után egyik sem alkalmas erre, mert ez a kérdőív, ez a kifogástalan életvitel ellenőrzés, ez az egyik dolog, de egyébként a Népszavának egy már felmondott dolgozó, egyébként egy vezető dolgozó volt, azt mondja, hogy van egy 3 lépcsős alkalmassági vizsgálat, amit ő olyan megalázónak tartott, hogy ő el se jutott már eddig a nyilatkozatig, előtte feleltet, készre se vette ezt a kérdőívet. Igen, azért szeretnék erre visszautalni, hogy jó lenne, hogyha akik ezt összeállították, elmagyaráznák, hogy hogyan értékelik, és hogy mit milyen súllyal vesznek bele, mert hogy valóban az ilyen szintű kurkászás valakinek a magánéletében az csak megalázó tud lenni, és nincs olyan szakma, amelyiknek ez szakmabeli, bármilyen szakmabeli, akinek ezt el kellene viselnie, és akinek kötelező lenni, talán hírszerzőknek. Nem tudom, hogy gondolkoztam rajta otthon, hogy ki az, akinek ezen muszáj lenne átmennie ahhoz, hogy a saját szakmáját jól végezhesse. Én a szociális szakembereket nem sorolnám ide, nyilván van egy csomó alkalmassági kritérium, de azért hadd mondjam el, amit szintén elmondtak már szakemberek ezekben a műsorokban, hogy az intézményekben és nevelőszülőknél is sajnos időnként megtörténő bántalmazásnak a túlnyomó többsége fizikai és érzelmi bántalmazás, előfordul a szexuális bántalmazás is. A szexuális bántalmazás ezekben az intézményekben, az esetek többségében nem azért fordul elő, mert az illető pedofil, hanem azért, mert megteheti, mert alkalma van rá, hogy visszaéljen a hatalmával. Szerintem erre lenne értelmes koncentrálni, és nem tudom, hogy milyen módon lehet kiszűrni, nyilván ehhez megint csak szakemberek kellenek, hogy olyan embereket engedni csak a gyerekek közelébe, akik egy felnőtt gyerek hierarchiában nem élnek vissza a hatalmukkal. Hát ennek a vizsgálatnak az eredménye most lezárult. 2 gyermekvédelmi intézmény vezetőt személyiségzavar miatt alkalmatlannak minősítettek, a klinikai szakpszichológusból álló bizottság, pedofilt nem találtak. Persze, ez nem találnak. Ez történt. Persze. Szóval hogy én nem tudom, hogy volt-e a szakemberek között, akik összeállították a listát, aki azt gondolta, hogy ezzel az 500 kérdéssel fognak pedofilt fogni. Hát abszurd, egészen abszurd ez a helyzet, főleg úgy, hogy megismétlem, bármilyen gyerek elleni abúzusnak a nagyon nagy százaléka, a túlnyomó többsége nem pedofilok által elkövetett, hanem olyan ember él vissza a hatalmával, aki ezt megteheti, mert a környezete, vagy a munkaköre, vagy a hatóságok, vagy az a rendszer, amiben benne van, nem ellenőrzi eléggé. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.